Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Teveli németek, székelyek és felvidéki magyarok. Együttélésüket jelképező emlékművet avattak. Lovasoké volt a főszerep Mözsön. A hagyományokhoz híven versenyeztek idén is. Online átverések. Milyen módszereket használnak a csalók? Június 10-e az ügyészség napja. Elismeréseket adott át a legfőbb ügyész. A teveli németek, székelyek és felvidéki magyarok együttélését jelképező megbékélés és összetartozás emlékművének avatásán járt számunk. Az itt álló szobor emlékeztessen bennünket arra, hogy történelmünk legnagyobb viharaiban egyedül az összefogás ereje volt képes megtartani bennünket. Hangzott el Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna vármegye országgyűlési képviselőjének beszédében. Az emlékmű, amelyet Pál József teveli és Erb József németkéri plébános áldott meg a 18. században megtelepült németek, a II. Világháború után letelepített székelyek és felvidéki magyarok közti megbékélési folyamatnak állít emléket. Talán egyedülálló az az emlékmű, ami itt található most már Tevelen. Most avattuk ezt fel. A három népcsoportnak, az itt élő németeknek, székelyeknek és felvidékieknek állít emléket. Azoknak az embereknek, akik ide kerültek meg, akik most is itt élnek. Ezen három népcsoportnak is a története mutatja meg azt, hogy mi magyarok csak a békét tudjuk megnyerni, a háborút sohasem. És ezért kell vigyáznunk arra, hogy a világunkat meg tudjuk őrizni. Számunkra más járható út nincsen, mint a béke. A teveli születésű Fischer József volt a megálmodója és mozgatórugója a kapuszobor létrejöttének. Itt a jelenlegi emlékmű egyik oldalán volt az édesapjának a szülőháza, másik oldalán az édesanyjának a szülőháza, és régóta megfogalmazódott benne, hogy kellene méltó emléket állítani ennek a történetnek. Természetesen én elmondom, hogy szerettük volna, ha ő nyilatkozik, de azt mondta, annak ellenére, hogy túl van a 6. X-en, azért még olyan érzelmi élményei vannak, hogy ő nem szeretne, illetve nem tudna könnyek nélkül beszélni. Az alkotás székelykapura emlékeztet, melyet egy sváb parasztház faragott oszlopa tart, és felvidéki magyar hímzés motívumokkal díszített. Megfogalmazódott benne, hogy mi lenne, ha egy megbékélés emlékművet hoznának létre, és nagyon pozitív fogadtatásra talált. A Petőfi utcai feszület mellett elhelyezett megbékélés és összetartozás emlékműve több mint felét a magyar kormány biztosította, és a fennmaradó 4 millió forintot pedig 90 magánszemély, civil szervezetek, illetve önkormányzatok adták össze. A Mözsi lovaspálya két napra megtelt versenyzőkkel, ugyanis június 8-án és 9-én rendezték meg 31. alkalommal a lovasnapokat. A nagy hagyománnyal rendelkező viadal idén is izgalmas pillanatokat tartogatott. Fogadnak start. Virág József szervező mondta el a kétnapos rendezvény részleteit. A szombati napon kombinált akadályhajtás, illetve gyerekügyességi verseny zajlik a mai napon, vasárnapon a kettes fogatok Dél-Dunántúli, illetve a Tolna vármegyei bajnokság fordulói zajlanak, póni, kettes, egyes fogat és C-kategóriás kettes fogatok mezőnyének. Minden versenyszám kvalifikálja versenyzőket az OB minősítőkre, ami a C-kategóriásoknak az idén Mékúton lesz, és októberben pedig itt nálunk lesz egy igen rangos kombinált és póni kettes, illetve egyes fogathajtó döntő. Külön öröm volt a rendezők számára, hogy a szombati napon helyi sikereket is ünnepelhettek. Cseh László egyesületünk versenyzője lett a második. A kombinált mezőnyben az ügyességi 8 kategóriában is lettek az egyesületünknek olyan versenyzője, akik a dobogó, képzeltbeli dobogó felső fokára felállhattak. A mai napon jelenleg még zajlik a verseny. Hát eredményt most még nem tudunk mondani, de nem állunk rosszul. Úgy gondolom, hogy az időjárás is eddig kegyes hozzánk, és hát hajrá!
Több fiatal is akadt a mezőnyben. Nagy Gréta, egy 5 éves lipicai és egy 7 éves lipicai félbérrel állt ki a pályára. Hajtottam ma is egy bemutatóhajtást, 13 éves vagyok, és tavaly kezdtem el ezt az egészet. Természetesen a pónik is helyet kaptak a mözsi pályán. A legtöbb nevező beleszületik a lovasok életébe. Így történt ez Böller Péterrel is. T-Boy és Bella volt a két társa a megmérettetésen. Hát ez nálunk családi hagyomány. A szülők, nagyszülőktől örököltük ezt a lószeretetet. A lovassportok szerelmesei kitartóan hajtottak a pályán, nem csak saját maguk, de a közönség örömére is. Tolna vármegyében az elmúlt napon több szabálytalan járművezetővel szemben is intézkedtek a hatóságok. Pálfa közelében egy autóst akartak a rendőrök igazoltatni, aki a megállításra vonatkozó rendőri jelzéseket figyelmen kívül hagyta és elhajtott. Később a töltésen állt meg, majd utasával együtt kiszállt a kocsiból, és a növényzetben megbújva próbálta elkerülni az intézkedést. Erre több oka is volt, mivel vezetői engedéllyel nem rendelkezik, ráadásul eltiltás hatálya alatt ült volán mögé. Előbbi miatt szabálysértésé, utóbbiért büntető eljárás indult ellene. Folytatódik a védekezés a Dunán, több száz vízügyes figyeli a nap 24 órájában a gátak állapotát, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az árhullám tetőzése kora délután Bajánál járt. A vízügy továbbra is 24 órás szolgálatot lát el a védvonalakon, és szakmailag irányítja a munkában segítkező civileket és társszerveket. A gyermekek tanulási teljesítményének javítása érdekében a mobil használat szabályozására kaphatnak felhatalmazást az iskolák. Az országgyűlés előtt fekvő törvényjavaslat megteremti a jogszabályi alapját az iskolai mobiltelefon használat szabályozásának, közölte Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Egyre több hazai és nemzetközi kutatás támasztja alá, hogy a diákok iskolai koncentrációjára, teljesítményére egyértelműen rossz hatással van a korlátlan iskolai mobiltelefon használat. Kevésbé tudnak figyelni a tananyagra, ha közben az eszköz náluk van. Fontos ugyanakkor, hogy megmarad a diák lehetősége a telefon használatára, az iskolaidő előtt vagy után, szükséges esetben a szüleikkel a kapcsolatot ezen keresztül is tarthatják, illetve ha a tananyag elsajátításához is szükséges a készülék, akkor a tanár engedélyével használhatják azt a tanórán. Egy új felmérés szerint a magyar internetezők 57%-a esett már áldozatául online csalásnak, adathalászatnak, hekkelésnek vagy vírustámadásnak. Az ilyen átverések Tolna vármegyében is jellemzőek. Van, akit több mint 10 millió forinttal károsítottak meg. Az online tér adta lehetőségek egyik negatív hozadéka a pénzügyi csalók elszaporodása. Ez Tolna vármegyére is jellemző. A mai egyik feljelentésben több mint 12 millió forinttól szabadítottak meg egy úriembert, akit egy bank alkalmazottjaként hívott fel valaki, egy ismeretlen személy, hogy megpróbáltak a bank számláján gyanús tranzakciókat végrehajtani, ezért megkérték őt, hogy egy alkalmazást töltsön le a készülékére, ezáltal hozzáfértek a számítógépéhez, és minden megtakarításától megszabadították. Ez az egyik leggyakoribb csalási módszer, mellyel hatalmas összegeket tudnak leemelni számlánkról, ha nem figyelünk eléggé. Az egyik talán legfontosabb dolog a rendőrség szempontjából a megelőzés. Minden alkalommal felhívjuk az emberek figyelmét arra, hogy amikor valaki banki alkalmazottként hívja fel őket, akkor sose adjanak meg semmiféle adatot, soha ne töltsenek le semmilyen előbb említett alkalmazást, amihez a bankszámlához hozzáférnek. Ha SMS-t kapnak arról, hogy esetleg valamilyen díj elmaradásuk van, akár egy szolgáltatónál, akár a rendőrség nevébe keresik meg, hogy nem fizetett be egy bírságot, és egy link van, amire rá kell kattintani, és ott a személyes adatokat, különösen a bankkártya adatait kell megadni, mindezt a CVC kóddal, illetve a banki lejárati idővel együtt, akkor azonnal váljon gyanúsá, hiszen ezek a csaló módszere, hogy hozzáférjen a banki adatokhoz, és innentől online módon tudjon akár a bankkártyánkkal vásárolni. Az online kereskedelmi oldalakon akkor is áldozatokká válhatunk, ha éppen mi szeretnénk eladni egy terméket. Ahol körülbelül a meghirdetést követően néhány percen belül azonnal kapunk egy üzenetet, hogy ez a termék megvan-e még. Ilyenkor a csalók rendszerint egy álprofil mögé bújva keresik meg az áldozatokat, akik kiszemeltek maguknak, és rögtön elmondják azt, vagy leírják azt, hogy ők meg tudják azt is oldani, rögtön megvásárolják ismeretlenül is a terméket, és ők küldenek egy futárcéget is a termékért, amihez nincsen más dolga a
később is értetnek, hogy megadja az adatait. Itt hívom fel mindenkinek a figyelmét arra, hogyha ilyen jellegű termékeladásról van szó, soha ne fogadja el azt, hogy ő neki futárszolgálat elviszi a termékét, hiszen ilyenkor ki kell tölteni a csalók számára a személyes adatait, ugyanígy bankkártya adatokat, bankszámla adatokat. A megkérdezettek közül volt olyan, aki vásárolt egy terméket, majd ezt visszaküldte, mivel az rossz volt, azonban az eladót már nem tudta elérni. Szervezett volt, de olyan e-mail cím meg telefon volt, hogy nem lehetett utána elérni. Tehát visszaküldtem neki, lenyelték a pénzt. És az nem is lett meg? Nem, vége. Nem tudom elérni. Tehát vigyázni kell itt az online-ra. Sokan kaptak gyanús SMS-eket és e-maileket, azonban felismerték a veszélyt és nem engedték átverni magukat. Csomagom érkezett például, mikor tudom, hogy nem rendeltem. Meg alacsony összegben valamit átvertek, tehát ez nem reális, hogy valaki így hasznot szerezzen, és nekem jót tegye, hogy 20 forintért ad egy 5000 forintos tárgyat. Legtöbben az elővigyázatosságot emelték ki. Megvédjük azért a telefont, meg mindent, hogy ne tudjanak ezért, levédjük kóddal. Mert e-mail címen keresztül is tudnak most már ezért. Legyünk tehát óvatosak, ne hagyjuk becsapni magunkat. Az iskolai tanév végének közelettével rövid időn belül befejeződik a Közlekedjünk Együtt, Vigyázzunk Egymásra elnevezésű balesetmegelőzési oktatóprogram is. Ehhez Tolna vármegyéből elsőként a Bölcskei Kegyes József Általános Iskola csatlakozott, azóta már Paks, Gyulaj, Kurd, Szekszárd, Tolna, Bonyhád, Bátaszék és Tamási egy-egy oktatási intézménye részt vesz a kezdeményezésben. A 2023-24-es tanév végéhez közeledve a napokban a Bonyhádi Petőfi Sándor Általános Iskola kisdiákjaihoz látogattak el az egyenruhások. Az órán ezúttal a rendőr karjelzései, a legfontosabb közlekedési táblák jelentése és a lámpák jelzései voltak a témák. Nagyszerű eredményekkel zárta a Bonyhádi Spárta Akadémiai Sportok Egyesülete a lengyelországi kettlebell világbajnokságot. 10 versenyzőikből 9 állhatott dobogóra, Barabás Léna, Orbán Kristóf, Harsányi András és Kis Csaba aranyérmet szereztek. A kettlebell egy tradicionális súlyzó, egyedülálló formája és fogantyúja lehetővé teszi a dinamikus mozgásokat. A sportolók különböző versenyszámokban mérik összetudásukat az ilyen rendezvényeken. A portugáliai strandlabdarúgó európai bajnokok tornáján egészen nagy meglepetést okozott a Bonyhád BFC alakulata, hiszen 4-2 arányban legyőzték a világranglista 9. helyén álló Marseille BT-t a csoportmérkőzések második fordulójában hétfőn. Ezt követően kedden a cseh Slavia Prahával találkoztak, akiket 5-4 arányban múltak felül. A Tolna vármegyei csapat számára így az egyenes kieséses szakaszban folytatódik a portugál kaland. Az ügyészség napja alkalmából Budapesten az igazságügyi palotában tartott ünnepségen Polt Péter legfőbb ügyész elismeréseket és pályadíjakat adott át. A szekszárdi dr. Koncsák Kornél tudományos pályamunkáját díjazták. Tolna vármegyei főügyészség büntetés végrehajtási ügyészét Koncsák Kornélt kutató munkájáról kérdeztük. Évente megrendezett Kozma Sándor tudományos emlékpályázaton van lehetőség, amelyen vettem most részt. Erre a pályázatot 2023 őszén írták még ki, és 2024 február végéig lehetett beadni a tudományos pályaművet. Ennek körében a saját munkatapasztalataim alapján a közérdekű munkák végrehajtása során tapasztalt olyan problémát tártam fel, amely az egészségügyileg nem alkalmas elítéltek közérdekű munkavégzésének az akadályairól, illetőleg a probléma megoldási lehetőségeiről szól. Az első ügyészi törvény 1871. június 10-i kihirdetésének évfordulója, és 1991 óta az ügyészség ünnepnapja. Budapesten történt a kúria egyik dísztermében, és az elismerő oklevelet a legfőbb ügyész úrtól vehettem át személyesen. Ez egy nagy megtiszteltetés számomra, és örülök annak egyúttal, hogy a munkám során szerzett tapasztalataimat az ügyészi szervezet hasznára fordíthattam. Ez a tanulmány az ügyészség könyvtárában megtekinthető lesz, és minden hozzáforduló számára felhasználhatók az ebben leírt tapasztalatok.
A legfőbb ügyész által Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázatra benyújtott pályamunkájáért 15 pályázott díjaztak Budapesten. Mutatjuk a régió híreit. Már idén elkezdhetik a Mohácsi híd építését. Közlekedési fejlesztésekről beszélt a miniszter. Szabadtéri sportpark Harkányban. Átadták az új létesítményt a Baranyai városban. Váltás. Fidesz-KDNP-s polgármester nyert Nagyatádon. Mohácsi Dunahíd, M60-as továbbépítése, kelet-nyugati elkerülő út Pécsen. Ezek olyan fejlesztések, amikben már döntött a kormányzat, mondta pécsi látogatásán az építési és közlekedési miniszter. Lázár János arról beszélt, hogy a Dél-Dunántúl fejlesztésében elkötelezett a kormányzat. Ezt szolgálják az infrastrukturális beruházások. Ez a leendő Mohácsi Duna híd animációs filmje, így fog kinézni a valóságban a két országrészt összekötő beruházás. A fejlesztés megkezdése sincs már messze, erről beszélt kérdésünkre az építésügyi és közlekedési miniszter Pécsen. Döntött arról a kormány, hogy az idén megkezdi a Mohácsi Duna hídnak az építését, ami egy 4-sávos Duna híd lesz, és az M6-os autópályát fogja összekötni a Herceg-Szántói szerb-magyar határátkelési ponttal és Baja megye jugóvárossal. Tehát Baja megye jugóváros és Herceg-Szántónál, aki bejön az országba, az a Mohácsi Dunahídon keresztül jut ki az M6-os autópályára. Ezzel lehetőséget teremtünk Bács megye déli részének és Baranya összekapcsolódásának, illetve annak is, hogy aki a szerb oldal felől jön teher vagy áruforgalom vagy személyforgalom, az az M6-os autópályával összekapcsolódjon. Nyugat-Baranya sem maradt ki az útfejlesztésből, mondta Lázár János. A Somogyi és a Baranyai vármegye székhelyeket össze fogják kötni, ez a kormányzat szándéka. Folytatni fogjuk az M60-assal Szigetvár felé, Szigetvártól pedig északra megépítjük a Kaposvár-Szigetvár összekötőt 4-sávossal. Az egy másik vita kérdés, hogy Barcsik mikor jutunk el, de Szigetvárig mindenféleképpen első ütemben azt a 37 kilométert meg akarjuk építeni. Tehát nekünk van egy elhatározott célunk Pécsváros közlekedésének a fejlesztésére, az itteni infrastruktúrás adottságoknak a javítására. Pécsen a kelet-nyugati elkerülő út szintén megépülne. Ez a tervek szerint a Tüskésréti út, illetve annak fejlesztése lenne, amivel a város újra iparosítását segítik. A kormány valóban hozott már döntést arról, hogy ha itt ipari park lesz, azt hogyan és mi módon támogatja, és ezt kiemelten kezeljük, mert Szegedhez hasonlóan Pécs városának is lehetőséget szeretnénk teremteni arra, hogy egy nagy gazdasági beruházási övezettel az itteni bérek jövedelmek jelentősen növekedjenek, és Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza mellett legyen egy szegedi és legyen egy pécsi nagy gazdasági központja Magyarországnak, ami a következő évtizedben emelni fogja ezt a térséget. A kormányzat kiemelt feladatnak tekinti a Dél-Dunántúl fejlesztését, gazdasági felzárkózását a következő években. Ehhez a Mohácsi híd és a szükséges útkapcsolatok kialakítása közel 300 milliárd forintba kerülne majd, a pécsi kelet-nyugati elkerülő út pedig 25-30 milliárdba. Sportparkot adtak hát Harkányban a hétvégén. Pályázati forrásból alakították ki az új létesítményt. A város sportcsarnokában is végeztek felújításokat. A beruházás része az élhető település, közterületek megújítása és sportlétesítmények kialakítása elnevezésű pályázatnak, amelyre 210 millió forintot nyert el Harkány. Átvágják a nemzeti színű szalagot Harkányban a sportcsarnoknál. Itt a szabadtéren bővültek a sportolási lehetőségek. Ezek készültek el, és hivatalosan szombaton adták át ezeket használatra. Egy régi nagy tervünk folytatása, az úgynevezett zöld belváros, vagy megújuló zöld belváros programunkhoz kapcsolódott ez a pályázat. A Baranya-megye vármegyei önkormányzat közreműködésével a TOP Plus program keretében volt egy hasonló tartalmú kiírás, amit már 2019-ben megkezdtünk. Ennek a pályázatnak az összértéke 210 millió forint volt. Most a sportcsarnokban és a környékén fejlesztettek ebből a pályázati forrásból. A belső részeken a vizes blokkoknak a felújítás, alapinfrastruktúra javítását, tehát az összes csőhálózat minden egyéb cserélve lett, és nyilván az öltözők felújításra kerültek, valamint a sportcsarnok környezetében lévő, a hátam mögött látható térnek a tartalommal való kitöltése, megtöltése, tehát egy új streetball kosárlabdapálya, egy talán remélem, hogy Baranya egyében az egyik legjobb gördeszkapálya fog létesülni, vagy már létesült Harkányban, kültéri pingpongasztalok, két sakkasztal, filagória, pergola,
okospad, ami még telefontöltésére alkalmas például. Ezek a megújult belső részek, a sportcsarnok előtti téren pedig az utcai sportok kaptak megfelelő helyszíneket. A beruházás nagyságrendileg 80 millió forintot emésztett fel eddig. Nyilván itt még vannak a pályázaton kívüli és nem elszámolható költségek, amiket még az önkormányzatnak hozzá kell majd most tennie a pályázat lezárta után, különböző utak, járdák helyreállítása, kibővítése, tehát itt mindig vannak kísérő beruházások, amelyek a pályázat elszámolása után történnek meg. Ezek nagyságrendileg még ilyen 10-20 milliós összeget fognak a következő 1-2 évben felölelni. A sportpark bővíthető, van még hely, mondja a polgármester. Így, ha lehetőségük lesz rá, akkor további elemekkel teszik még vonzóbbá ezt a területet. Nagyatádon új településvezetőt választottak a helyiek, miután Ormai István nem mérette meg magát. A szavazatok 75%-a a Fidesz-KDNP által indított Ludas Lászlóra érkezett. Nagyatádon is rendkívül magas volt a részvételi arány a vasárnapi választáson. A szavazásra jogosultak mintegy 56%-a járult az urnákhoz. Nagyatádon 9 szavazókörben összesen 8366 szavazópolgár adhatta le voksait. Azt gondolom, hogy mindenkinek joga van, és mindenkinek a véleményét azt így tudja kinyilvánítani, úgyhogy azért is fontos, hogy mindenki eljön szavazni, és mindenki ugye befolyásolni tudja azt, hogy mi lesz az eredmény. Vasárnap délben egymás után érkeztek a nagyatádiak a szavazókörökbe. Fontos számomra a város sorsa, legyenek munkahelyek, legyen változás. Fontosnak tartom, hogy ezen változtassunk, ami most van. Ormai István polgármester nem indult újra, így az már biztos volt, hogy új településvezetőt választanak Nagyatádon. Az egyik jelölt a tisztségre Ludas László, aki a Fidesz-KDNP színeiben mérettette meg magát. Ő családjával együtt szavazott. Már nagyon régóta dolgozom az önkormányzatnál, 22 éve vagyok a testületben, és 14 éve vagyok alpolgármester. És miután a korábbi polgármester úgy döntött, hogy nem indul a választáson, ezért felelősséget is éreztem azért, hogy legyen egy átmenet, egy folytonosság, és én szeretném folytatni egyrészt azt a munkát, amit már korábban együtt elvégeztünk, de hát új perspektívákat szeretnék nyitni a város számára. Családja társaságában érkezett a szavazókörbe Nagyatád másik polgármester jelöltje, Pünköst Márton, aki a Nagyatádi Közéleti Egyesület, a DK, az MSZP és a Párbeszéd Zöldek színeiben indult. Az együttműködést szeretném megtartani, nagyon értékesek a nagyatádi közösségek, örülnék neki, hogy ezen a téren is még tudnánk egy kis fejlődést elérni, békés, nyugodt, együttműködő, gondolkodó városra számítok 5 év múlva. A szavazásra jogosultak 55,51%-a jelent meg a nagyatádi szavazókörökben. A polgármester választás során Ludas Lászlóra 3284-en voksoltak, ez a leadott szavazatok 75,5%-a. Így ő vezeti a következő években a Rinyaparti várost. A testületet a Fidesz-KDNP 6, a Nagyatádért Egyesület 2 képviselője, valamint egy független alkotja majd. Mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Teveli németek, székelyek és felvidéki magyarok. Együttélésüket jelképező emlékművet avattak. Lovasoké volt a főszerep Mözsön. A hagyományokhoz híven versenyeztek idén is. Online átverések. Milyen módszereket használnak a csalók? Június 10-e az ügyészség napja. Elismeréseket adott át a legfőbb ügyész. Szerdán a nap nagy részén erősen felhős égbolt a valószínűbb, melyből szorványosan várható kisebb, délen jelentősebb eső, zápor. Délután kora este szakadozó felhőzet, előbújó nap, csökkenő csapadékhajlam látszik valószínűbbnek. Többfelé megélünkül az északi szél. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!